mennyiben más most 2010-ben a válogatott tagjának lenni, mint tavaly, amikor első ízben utazhattál a világbajnokságra is? Ugye mivel még nem teljes a keret, és Drágos Rita nincs itt, ezért most ezeken a meccseken kezdő sorba kerültem, és ezért ez azért mentálisan is más, mint hogyha a cserepadról kell beugrani a merencébe. És az, hogy te vagy mindig a csapatnak a nyugodt tagja, akire rá lehet bízni a büntetőket, meg a kiszorított helyzetből támadó idő lejárt akkor a lövéseket, az mennyiben igaz, és valóban olyan nyugodt vagy-e? Kívülről lehet, hogy úgy látszik, persze, azért belülről nem, de nem vagyok mindig ilyen nyugodt. A büntetőknél azért mindig van egy kis izgalom, főleg, hogy évközben azért nem minden úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de próbálom nem túl izgulni a dolgokat. És most milyen a csapat? Az oké, hogy több fiatal van benne a játszó keretben, és Drávucita még az olasz bajnokság tagja, de most így az alakuló csapatot milyennek érzed? Úgy érzem, hogy kezdünk összeállni, és tényleg most már kezdjük megérezni egymást. Azokkal is, akik tavaly esetleg nem játszottak, vagy kevesebbet játszottak. Szerintem jó úton járunk.